A teveli Székelykör rendezvényeinek fő célja a közösségépítés, a hagyományápolás, és persze a szórakoztató jelleg sem mellékes. A mai rendezvény az egy kicsit eltérő, mert egy Teverről elszármazott, komoly rangot elért úriember fog nekünk előadást tartani az élet útjáról. Alapvetően az Egyesületünknek ugye fő feladata a hagyományok ápolása, fölelevenítése, de nem kizáró, tehát nem ragaszkodunk ehhez. Nagyon fontos, ami Tevellel kapcsolatos, Tevelhez kötődik, azok a rendezvények is fontos szerepet kapnak a mi rendezvény naptárunkban. A hagyományok továbbadása, a múlt szokásainak éltetése nem egyszerű feladat a teveli Székelykör számára sem. Ez egy jó kihívás, nehezen, de azért nem adjuk föl, illetve előbb-utóbb lesz érdeklődés abba is. Tehát kevés a fiatal, de én úgy gondolom, hogy egy idő kell ahhoz, amíg ez a úgynevezett érdeklődés beérik. Tehát ez nem kimondottan a fiatal kornak az érdeklődése, a maga születési hely, dátumok, hagyatékok, ezek igazából majd később erősödnek föl szerintem az identitásban. De a falu rendezvényeken közösen ott vagyunk, és ugye nálunk azért működik a Fiatalok Egyesülete, akikkel közösen is szervezünk, tehát az ő programjainkon rendszeresen mi is részt veszünk, illetve ha nálunk bármilyen emlékműsor van, vagy bármi, akkor ők is szívesen jönnek és hozzájárulnak, illetve segítenek a műsor lebonyolításában, meg a színvonal, főleg a táncosaik. Itt az a lényeg, hogy minél több embernek átadhassunk, minél több ember informálódjon, és nálunk azért elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg határokon kívülről is tudjunk hívni vendégeket, illetve fellépőket is. Az utóbbi időnek nagyon jó kapcsolatban a Déva, Székelykeve, Csíkmadaras, Csíkdánfalva, a Testvérfalu, úgyhogy ezekben az erdélyi településektől többször megfordulnak, megjelennek itten az ismerősök a testvér kapcsolatokból kifolyólag. A teveli Székelykör legutóbbi rendezvényének meghívott vendége ugyan nem a székelységről tartott előadást, de a gyökerei neki is megvannak és fontosak is számára. Megvan a székely kötődésem, hiszen anyai ágon székely vagyok, édesapám lévén pedig sváb, ugye mi így mondtuk itt, tehát én egy ilyen küvé vagyok, remélem, hogy egy jó sikerült. Igyekszem a mai napon a tevelieknek egy kicsit beszélni magamról, a honvédségről, mert azért mindenki látja, hogy most egy fejlődő területről beszélünk, az emberek biztonsága érdekében, és úgy gondolom, hogy igenis ott, ahol születtem, ott tudjanak erről. Ugyan a katonaságról készültem beszélni, de nagyon szívesen beszélek arról is, hogy milyen volt, amikor az óvodába elmentem, és én székelyesen beszéltem, és néhányan úgy néztek, hogy is beszél ez a gyerek, hiszen nagypapám, nagymamámmal éltem, édesanyámmal, és ők igazi székelyek voltak, székelyesen beszéltek, akik itt élnek, tudják, hogy miről beszélek. Úgyhogy szép lassan át kellett szoknom arra a beszédre, amit már a pestiek is megértenek. A székely gyökerekkel vagy székely ismerősökkel nem rendelkezők számára valóban vannak olyan szavak, amiket nem tud hova tenni, hogyha hallja őket. Krecsánka, terebuza, pityóka, szóval rengeteg olyan szó van, amit. Sőt, hogyha itthon vagyok sokat, és körülöttem így beszélnek, akkor én is valahogy át tudok váltani könnyen. Én azért arra vigyáztam, leginkább amíg itt Tevelen voltam, népi táncszakkörre jártam, zenéltem is, és hát mi azért nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Én erre mindig büszke vagyok. Itt ül a lányom, és ő is tudja, hogy kik a székelyek, honnan jöttek, és hát ez természetesen ez egy fontos dolog, én úgy gondolom. A délutáni előadás alkalmával a Tevelről elszármazott meghívott vendég hivatásán és az évek alatt megélt élményein volt a hangsúly. Egy kicsit az én életpályámat kérték, hogy mondjam el, mint teveli, és ebbe fogom belefűzni a honvédséget és a honvédségnek a fejlesztését. Én nem frissen lettem katona, mert most éppen 36 évről fogok beszélni, 36 éve vagyok a légierőben, és a környezetem azért tudja, hogy én nem csak pilóta, mert ugye a pilótaságból indultam el, hanem mellette katona lettem, és hát így szép lassan a ranglétrán előre jutottam, úgyhogy tábornok is lehettem, és most a tábornoki csillagokat hordom. A teveli Székelykör számos programmal készül még idén, ahova természetesen nem csak a székely gyökerekkel rendelkezőket várják.